Cukorbetegek világnapja a világ legnagyobb cukorbetegséggel kapcsolatos figyelemfelhívó kampánya, mely több mint 160 országban több mint 1 milliárd embert ér el. A kampány rávilágítja a figyelmet a diabétesszel kapcsolatos kiemelten fontos kérdésekre, amire nagy szükség van, hiszen a cukorbetegek száma folyamatosan nő. A felmérések azt mutatják, Tolna megyében a lakosság megközelítően 10%-a szenved a betegségben. A felnőtt diabéteszesek Tolna megyei egyesületében is folyamatosan nő a tagság. Úgy tapasztaljuk, hogy a döntően a tájékozatlanság, illetve a saját magával szembeni elhanyagoltság. Nem érdeklődnek, nem nézik meg azt, hogy miért híznak el, miért van a lábukon fekély, egyebek. Tehát igazából ez a kettősség, hogy elhízottság, illetve elhanyagolja magában ezt a vizsgálati dolgokat. Magyarországon az ismert cukorbetegek száma megközelíti a 700 ezer főt, és ehhez hozzátesszük a csökkent cukortoleranciában szenvedőket, akkor ez a szám az 1 millióhoz közelít. A világban több mint 400 millióan szenvednek a bajban. Bár prevenciós jelleggel a betegségről számos konferenciát szerveznek, és oktatóanyag garmadája is rendelkezésre áll, a tapasztalat azt mutatja, hogy csak akkor foglalkoznak vele az emberek, ha kimutatják náluk a problémát, mondja Dárdai Ferenc. Az érem másik oldala viszont az, hogy sokaknak szüksége lenne az ellátásra a világban, emberek milliói nem férnek hozzá a cukorbetegség kezeléséhez, gyógyszereihez. Az idei évi eseményeken erre szeretnék a szervezők felhívni a figyelmet.